Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát. Következő felvételünkön Scheinbein József beszél az ódai beiratkozás menetéről, illetve fontosabb részleteiről és tudnivalóiról. Nem sokára beirathatják a gyermekeket a szülők az óvodákba. Mikor tehetik ezt meg, illetve mik a fontosabb tudnivalói a beiratkozás menetének? Így van, hát a törvényeknek próbálunk megfelelni, és ennek értelmében Kisterekváros képviselőtestülete dönti el minden évben, hogy mikor van a beiratkozás. Nyilván erre van egy törvényi szabályozás, mely szerint minden év április 20 és május 20 közé kell essen ez az időpont. Kisterek városában így tehát 2016-ban április 25-ei héten, 25-e 26, 27, 28, 29 péntekig, tehát hétfőtől péntekig van beiratkozás, reggel 9 órától délután 15 óráig. Ugyanúgy, mint az előző évben is, mind a három tagintézménybe itt a Szivárvány óvodába lehet beiratkozni nálam. Tehát a Hétszínvirág óvodát kérők, a Szivárvány óvodát kérők, és akik a bölcsödébe jelentkeznek, azok is itt iratkoznak be ebbe az időpontba. Hogy a beiratkozás menete minél gördülékenyebben és minél rugalmasabban és gyorsabban, kényelmesebben haladjon, ezért időpontokat lehet nálam kérni, akár személyesen, akár telefonon, akár e-mailben. Mi már azokat megtettük, hogy az aljegyző úrral összeállítottuk azt a plakátot, amelyen ezt a hirdetményt, amelyen a legfontosabb tudnivalók rajta vannak. Ezek az e-mail, telefonszámok természetesen ott is fent vannak. De el is tudom mondani, tehát ha személyesen jönnek, akkor itt megtalálnak reggel 8-tól délután 4-ig az óvodába engemet. Ha valaki telefonon érdeklődik, vonalas telefonunk az 259-220, nyilván 62-es körzetszámmal. Tudok mondani egy mobiltelefonszámot is, az pedig egy 20-as, 555-92-99. Majd tudok mondani még egy e-mail címet, az pedig az ifjuságovi@vipmail.hu. Tehát ezeken bármelyikén lehet tőlem időpontot kérni. Most már el is indult ez az időpont kérés, így 5-6-an már egyeztettünk 5-6 fővel időpontot. Milyen papírokat szükséges elhozni a beiratkozáshoz? A legfontosabb papírok, amik nyilvánvalóan itt kellene, hogy legyenek, a beiratandó gyermeknek a születési anyakönyvi kivonata, a lakcímkártyája és a tajkártyája. Ezen felül, hogyha bármilyen olyan fontosabb orvosi papírral rendelkezik, vagy olyan határozattal, amit a városi szinten kapott jegyzőúrtól, vagy halmozottan hátrányos helyzetről, vagy sajátos nevelési igényről, tehát ezeknek a papíroknak is jó, hogyha itt vannak, ha van ilyen, mert ezeket lefénymásoljuk és itt ezt megőrizzük, tehát ezek a legfontosabb dokumentációk. Nincs rajta a hirdetményben, de az sem árt, hogyha a szülő is tudja a saját magát személyigazolványa és lakcímkártyával igazolni. A szülők kötelesek beíratni gyermekeiket az óvodákba, vagy ha nem, akkor be kell ezt jelenteniük valahol? Így van, tehát az óvodáztatás az a harmadik életévét betöltött gyerekek számára kötelező, de ez akkor van így, hogyha augusztus 31-ig a gyerkőc betölti a harmadik életévét, akkor szeptembertől kötelezőnek elkezdeni az óvodát. Ha viszont októberben, novemberben, vagy januárban, februárban született, akkor nyilván a következő szeptembertől kötelezőnek az óvodai ellátás, ami azt írja elő, hogy napi 4 órát köteles óvodába itt lenni. Kötelező óvodai ellátás alól felmentés is adható, de annak az a feltétele, hogy a szülőnek ekkor is be kell, hogy iratkozzon az óvodába egyszer, és utána az óvodavezető, a védőnő és az jegyző közös döntése értelmében adható felmentést a gyermek 5 éves koráig, mert 5 éves kortól aztán ott már nincs felmentés, tehát ott már, mint eddig is, tehát 5 éves kortól ott már tényleg kötelező az óvoda. Tehát egy családi napköziben is el lehet tölteni ezt a kötelező óvodai időt, ha a családi napközi például rendelkezik óvodapedagógus alkalmazottal.
Mit kell tennie a szülőnek, hogyha gyermekét külföldre szeretné óvodába beíratni? Igen, nagyon fontos kérdés, ez is most már törvény szabályozza, hiszen sajnos egyre több család keres külföldön munkahelyet, és ezáltal a gyermek is a külföldön kezdi meg az óvodai kötelezettségét. Tehát azt kell tudni, hogy most ugye a beiratkozás április 25-től 29-ig van, tehát a 29-e az utolsó időpont. Ettől ezen kívül még 15 nap türelmi idő van arra, hogy a szülő ezt jelezze a város jegyzőjénél, aljegyzőjénél, hogy ők a kötelező óvodai ellátást az külföldön szeretnék igénybe venni. Tehát a szülőnek kötelezettsége van ezt bejelenteni az aljegyző úrnál. Tehát a beiratkozás után május 23-áig fogjuk meghozni azt a döntést, amely alapján valaki ténylegesen igénybe veheti a bölcsödei, az óvodai ellátást 2016. szeptember 1-től. Tehát a maga beiratkozás nem automatikusan jelenti azt, hogy a felvételre is került, hanem 29-én ugye vége a beiratkozásnak, és május 23-áig adtam magamnak határidőt arra, hogy ezt eldöntsem, és ezt minden szülő írásban meg fogja kapni azt a határozatot, amely a felvétel mellett, vagy a felvétel elutasítása mellett szól. Nyilván a bölcsödébe azok jelentkezhetnek, akik 2016. szeptember 1-e után töltik be a harmadik életévüket, tehát 3 évnél fiatalabb gyerkőcöket várunk a bölcsödébe. Itt azt kell tudni, hogy annyi férőhelyünk van csak, annak ellenére, hogy 24 férőhelyes a bölcsöde, ahányan most majd a bölcsödéből átjönnek óvodába 3 évesen. Ez pillanatnyi tudásom szerint 10-11 fő, akik átjönnek bölcsödébe, óvodába, tehát bölcsödébe ez azt jelenti, hogy 10-11 főt tudunk csak fölvenni majd. Óvodába jelentkezhetnek azok a gyerekek, ugye, akik a harmadik életévüket betöltötték, vagy ideális esetben még a 2,5 éves gyerekeket is föl tudom venni óvodába, föl tudjuk venni mind a két óvodába, ha minden 3 évesnek már kötelezően helyet biztosítottam, akkor aki 2,5 éves, tehát a fél éven belül betölti a harmadik életévét, ezeket a gyerekeket is föl lehet venni óvodába. Hát óvodába most is azt mondom, hogy nincsen gond a felvétele, tehát tavaly is minden gyerkőcök fel tudtunk venni. A bölcsödei ellátásunk az, amely ugye mindig elmondom, de fontos tudni, hogy per pillanat Kisteleken még nem kötelező ellátási feladat a bölcsöde, mert csak 10-szer nagyobb lélekszámú településeken kötelező, és ráadásul a meglévő 24 férőhelyünkből is csak 12-t támogat az állam, tehát a másik 12 főt a Kisteleki Város önkormányzata támogatja, tehát így működik a bölcsödénk. Egy-két éven belül, most egy sikeres pályázatnak köszönhetően úgy néz ki, hogy a családi napközök is átszervezésre kerülnek, és ezért majd a bölcsöde meg lesz toldva egy újabb csoportszobával, ha nyer ez a pályázat, ahol egy mini bölcsöde néven újabb hét főt tudunk fogadni majd ebbe az intézménybe. A menetéről tehát annyi fontos tudni, hogy május 23-áig lesz erről egy döntés, és addigra minden szülő ezt írásban meg fogja kapni a felvételről a határozatot, hogy fölvették vagy nem. Ha nem sikerült, akkor a szülőnek fontos tudni, hogy ezt 15 napon belül az aljegyzőnél föl lehet lebbezni, és az aljegyző akár módosíthatja, vagy újabb döntés születhet ebbe. Óvodai felvételnél fel tudunk venni olyan gyerekeket is, tehát a Hétszínvirág óvodánkban van egy olyan kis létszámú csoport, ahol olyan gyerekeket várunk, akiknek a nevelése kis létszámú csoportba indokolt, vagy szakértői bizottsági véleménye rendelkeznek. Tehát van egy ilyen csoportunk is, ahol maximum 10 fővel működik ez a csoport, tehát várunk ilyen gyerekeket is. Itt egy kicsit nyilván szegregáltabban, de gyógypedagógussal, konduktorral, tehát a teljes szakemberstábbal tudjuk ezeket a gyerekeket kiemelten fejleszteni, hiszen ezeknek a gyerekeknek, akik ide jelentkeznek, elméletileg valamilyen területen nagyobb elmaradottságuk van, és várjuk ezeket a gyerekeket is a Hétszínvirág óvodába sok szeretettel. A most következőkben a puszaszeri hagyományos vödrös locsolkodáson készített interjúnkat tekinthetik meg. Itt vagyunk húsvét reggelén Pusztaszeren, az egyik háznál, ahol a húsvéti legényeket várták az asszonyok. A szervezésben is nagy szerepet vállaló Combosi Ildikót kérdezem, hogy zajlottak az előkészületek. Jól zajlottak, nehezen indult az eleje, nem jöttek össze a fiúk a próbákra, igazából tegnap este találkozott a legények társasága, és akkor mondták el a verset, és akkor még ugye kiderült, hogy 3/4 nem is tudta a verset, de mára nagyon ügyesen mindenki megtanulta, és jól teljesítettek, ügyesek voltak. Egyébként hogy tetszett neked a fiúk produkciója? Nekem nagyon tetszett. Igen, és jól éreztem magam. Ez volt az első ilyen alkalom, és hát
remélem lesz még több is. Azért most viszonylag jó idő van, az elmúlt években ez talán nem így volt. Hogy esett a víz? Jól esett, voltunk már -2 fokba is, és akkor is tűrtük a vödröt a vizekkel. Most vártunk, egy picit később kezdtük, és azért a napsütés sokat segít. Tehát jobb érzésként venni, hogy meg, hogy vizesek vagyunk, nem olyan vészes nem annyira. Jó. Hát az első az kellemetlen volt, de utána már nem is éreztem. Délután lesz valamilyen revans? Terveztek valamit? Hát első évben visszalocsoltuk őket bőségesen, csak erről most leszokunk, mert a mellényük befogta a fehér inget, és akkor sajnáltuk, hogy milyenné váltak a szép ingek. Ne, összejövünk, egy találkát csinálunk, és akkor ott beszélgetünk, elfogyasztjuk az összes maradékot, és ott beszélgetünk, visszanézzük az előző évekből lévő fotókat, képeket, ilyen dolgokat, és az lesz a levezetés. Jövőre ugyanitt, ugyanígy fogjátok állni a vizet? Mindenképp. Hát ha igényli a társaság, ugyanígy, és mindig szaporodunk, bővülünk, látod már most a 3 éves gyerektől is egészen a 70 évesig, tehát nagyon szép a korhatár, ami beleférnek az emberek, akkor igen. A pusztaszeri hagyományozó locsolkodáson a legények az utolsó előtti házhoz érkeztek, ahol jól meglocsolták az őket váró asszonyokat. Hogy tetszett a fiúk produkciója? Én már nagyon vártam őket, tavaly is nagyon szép műsort adtak, és most se maradtak alább, úgyhogy nekem nagyon tetszett most is. Nekem is tetszett, nekem életem első locsolása volt az ilyen, Szabina kérésére, úgyhogy nagyon nagy élmény volt, nagyon-nagyon tetszett. Nyilván már dél van, tehát valószínűleg locsolók már nem jönnek, eddig hányan voltak, és ők inkább kölnivel, vagy inkább vízzel próbálkoztak? Eddig 5-an vagy 6-an voltak, és mindannyian kölnivel jöttek, pedig számítottam azért vízre is ezek előtt, úgyhogy... Te mondtad, hogy neked ez az első ilyen locsolkodás, jövőre is jössz, hogyha itt pusztaszeren lesz hasonló? Természetesen. Véget ért a 2016-os hagyományos húsvéti locsolkodás itt pusztaszeren. A locsoló legények egyikétől kérdezném, hogy először is hogy élvezte ezt a napot? Ez mindig nagyon jó hangulatba szokott telni, és jól látni a régi ismerősöket, meg a idegen hölgyeket, lányokat nyakon önteni hidegvízzel, meg egyszerűen csodálatos. Főleg úgy, hogy még van rá indok is, hogy ezt miért csináljuk. Hogy zajlottak az előkészületek, a próbák, erről mit tudsz elmondani? Mindig jó hangulatba telnek, és általában nem is szoktuk ezt nagyon túl lihegni. Mindig van egy alakuló kör, amikor úgy nagyjából meglátjuk, hogy ki jön el idén, ki nem jön el idén, akkor ki, megvan a versek kiosztása, vagy éppen az, hogy keres mindenki magának valamit, és aztán egyszer elpróbáljuk közösen, összeolvassuk, aztán legközelebb már csak az idén vasárnap volt a fő és összpróba, és utána meg itt vagyunk. Mi tetszett neked legjobban ebben a locsolásban? Én mindig a hagyományt szeretem, mert ez egy olyan szép szokás, hogy végülis ez egy termékenységi rítus. Az más kérdés, hogy bennünket is mindig megvendégelnek, meg itatnak, etetnek, de az, hogy ez végülis arról szól, hogy minél termékenyebbek legyenek a lányok, asszonyok, meg hogy minél gazdagabb legyen a vendégfogadó gazdasága, tehát ezért járok mindig a hagyománytiszteletből, meg a hagyományból. Mert szinte ez az egyetlen egy olyan pogány hagyományunk, ami így ránk maradt a régiektől. A szeri húsvét keretein belül az ünnepi programok mellett Szombathelyi Árpád ugyanan megjelent könyvének a Szeri Kovácsnak bemutatójára is sor került. A most következőkben a vele készített interjúkat tekinthetik meg. Húsvét hétfőn került sorra a Szeri Kovács című könyvének a bemutatójára, aminek ugye már van egy előzménye is, egy első kötete. Mi köti össze ezt a két könyvet? Hát van egy kitalált történet, ami egy trilógiában lesz megírva, és a kitalált történet második felvonásánál tartunk, és végig van benne olyan szereplő, 3-4, de lehet, hogy 5-6 is, akit én fő szereplőnek tarthatok. Tehát ez nem egy különleges dolog, mert a legtöbb könyv ilyen, és mégsem a személyek kötik össze, hanem a történelmi események jelennek meg egyfajta szimbolikus hangzatban, ez a harangozás.
A történet az 1288 és 92 között játszódik, nem hajszál pontosan, de úgy megközelítőleg. 1290 nyár elején megölik IV. László királyt, aki az első kötetben nagyon fontos szerepet játszik, a sztoriban is, és maga a király megjelenése is rendkívül fontos, és inspirálja az első kötet főszereplőjét, a Szeri Kovács fiát arra, hogy testőr legyen a királynál. Találkozik a királlyal, aki éppen a Kun szeretőihez készül, és átúsztat ebből az alkalomból a Tiszán, és összeakad a fiúval, és meginvitálja a számára nagyon szimpatikus fiút a testőrségbe, csak próbatételeket kell végrehajtani. Hát ez itt ilyen meseszerű, de a könyvben valóságban életszerűnek tűnik. És amikor a királyt megölik, akkor zúgnak a harangok az országban. És a Szeri harang is zúg, a kis plébánia templom harangja is belecsilingel ebbe a szermonostori nagy harang zúgásába, és ezzel ér véget az első könyv. És a második könyv pedig az új király, III. András koronázása alkalmából zúgó harangokkal kapcsolódik ehhez. Tehát az első könyv egy gyász haranggal végződik, a második könyv pedig egy üdvözlő harangszóval kezdődik. Ez az összekötő kapocs. Na most a harmadik könyv a Szeri barát lesz majd, a másodiknak az a címe a Szeri Kovács, és a harmadik könyv is ugyanilyen harangzúgással épül rá a második könyvre, mert a második könyv végén van egy jeles történelmi esemény a környezetünkből vett képekkel bemutatva, ez a Gajgonyai csata, és a Gajgonyai csata győzelemmel végződik, ebben csongrádi vitézek, szermonostori barátok és szeri emberek, fiatalok, öregek egyaránt részt vesznek, és győznek. Ezt nem mondom el, hogy mi ez, mert akkor nem kéne a könyvet megvásárolni. És az e fölötti öröm kapcsán megszólalnak megint a szeri harangok, és akkor jön a harmadik kötet. Az a szereplők csak úgy átsétálnak a képekről képekre, színekről színekre, és kötetekről kötetekre. És mióta foglalkozik írással? Hát egészen pontosan általános iskola első osztályos koromtól kezdve, akkor tanultam meg az írás, de valójában dolgoztam 1977 és 81 között az ismeretterjesztő társulatnál. Békés megyei természettudományi titkára voltam az ismeretterjesztő társulatnak. Az azt jelenti, hogy természettudományos előadásokat kellett szerveznem, időnként hozzá juthattam néhány előadás témához is, amit én magam is tarthattam. Ugyanakkor a TIT-ben volt a Békési Élet főszerkesztősége, ez egy nagyon jó irodalmi és társadalompolitikai folyóirat volt. Nem volt túl politizált, elég sok környékbeli írónak adott lehetőséget publikációra. És akkor én kedvet kaptam ahhoz, hogy időnként besegítsek ebbe a munkába, és hát én voltam a lótifuti néha. Nem túl gyakran, engem küldtek nyomdába meg ide-oda, akkor megismertem a Békés megyei Népújság újságíróit, akkor rájöttem arra, hogy én bármennyire is akarok, azért rengeteg munkával fog járni az, hogy írogathassak, de lehetőséget adtak nekem arra, hogy a Békés megyei Népújságba írjak. Az a Békési Élethez képest egy napi lap volt, mindenféle dologgal, pletykával, meg piaci hírekkel, meg aktuális politikával foglalkozott, meg még rajzoltam is bele karikatúrákat. Hát itt volt az első néhány lépés az íráshoz, ami közel vitt. Aztán pedig ugyanabban az időszakban, tehát valamikor 78-79-ben írtam egy kis regényt, a Vízi úr maga kicsoda ez a címe. Viszont ez egy olyan életmód regény volt, ami szociológiai írásnak is tekinthető, és amikor elvittem az Annus Józsefnek a Tiszatájhoz, akkor ő azt mondta, hogy akár meg is jelenhet, hogyha úgy adódik. Volt is kapcsolat a Békés Élet folyóirat és a Tiszatáj között, ilyen vice versa dolgok voltak. A Tiszatáj szerzői is írtak a mi lapunkba,
a titlapban, meg a titlap szerző is. És akkor, amikor én is sorra kerültem volna, már hogy gondoltam, na ebből a kicsi regényből lesz valami a Tiszatájban, akkor az Annus Józsefet megbuktatta az akkori politikai vezetés valamiért. Ő egyébként egy jeles irodalmár volt, és én korábbról is ismertem a nevét, mert minden szegedi irodalom meg művészet iránt érdeklődő ember, ha másképp nem, akkor sznobságból a Tiszatájt biztos, hogy olvasgatta. Olyan sik volt a Kárász utcán járni, vagy a strandra menni Tiszatájjal a hónunk alatt, vagy a csomagban. De egyébként most is kedvelem, létezik most is a folyiratnát. Ebből a regényből hál' Istennek nem lett semmi, most újraírom, most teljesen másként fog majd kinézni. Egy kicsit valószínűleg sajnálom is, hogy félre kell csúsztatnom, félre kell söpörnöm, de olyan nagyon nem. Tehát igazából az egy rosszul sikerült mű volt. Aztán a legfrissebb próbálkozásom az 2012, akkor csináltam a Gencsáti Fogócskafa című könyvet, ami nem regény, hanem novella fűzér, erre már nagyon jó kritikát kaptam. Az az irgalmatlan szerencsém, hogy nem kellett kivárni, hogy 3-4 könyv alapján fogadjonak el, mint írót, hanem rögtön az első után azt állították, hogy ez egy irodalmi mű. Én meg azóta is félek, hogy tévedtek, de nem tévedhettek, mert azóta már írtam 2, tehát összesen 3 könyvet, amiből 2 regény, és hát most a másodikra egyértelműen jó vélemények hangzottak el, a harmadikra pedig hétfőn volt csak a bemutatója még. Már interneten kaptam olyas valakitől, aki el is olvasta, ott szerezhette meg, most nem tudom, 4 nap telt el azóta, egy nagyon kedvező véleményt, hogy tetszett neki, hamar átolvasta, és ez annyira hízeleg nekem, hogy most már rosszul is esne, hogyha valaki azt mondaná, hogy fogjam az egész könyvet és zúszam be. Tehát nem hiszem, hogy ez így fog történni. Tehát eljutottam addig, hogy most már elhiszem, hogy ez jól sikerülhet. És aki szeretné megvásárolni esetleg a Szeri Kovácsot, az hol teheti ezt meg? Hát kezdetben a könyveimet beadtam én is annak rendje módja szerint könyvesboltokba, de most már nem adom be, mert a könyvesboltok szerintem rossz marketinggel működnek, teli nyomják a kirakataikat annyi könyvvel, hogy képtelenség felfedezni egy-egy újdonságot közöttük, a polcaik is ugyanígy teli vannak, hanem az író-olvasó találkozók alkalmával kiválóan el lehet adni a könyveket. Ráadásul itt a művészeti iskolában is van belőle, van az édességboltban is, a Szélyóska boltjában is van, és szájról szájra terjedt, hogy ez megjelent. Aki megvette a Szeri Vitézt, az a folytatását biztosan meg fogja venni, de az valószínűleg számot tart majd a harmadik kötetre, a Szeri Barátra is. És esetleg, akik már izgatottan várják a harmadik részt, mikor várható a megjelenése? Hát nem állnak itt sorba izgatott emberek, vagy nem ettől izgatottak, hogy én megírom ezt a harmadikat, vagy nem. De ez biztos, hogy trilógia lesz, és a következőképpen történik. Az Emlékparkban megbeszéltünk egy következő húsvét hétfői könyvbemutatót, ahol már a Szeri Barát lesz bemutatva, és ugyanakkor ez is úgy lesz kiadva, hogy aki az előző 2 könyvet megvette, meg tudja venni hozzá a harmadikat is, de csak korlátozott példányszámba, hogy ne maradjon belőle. Ha marad is, hát azért annyit az ember bevállal, és utána fog megjelenni egy kötetbe, Szeri trilógia címen, ahol a belső címekben a Szeri Vitéz, a Szeri Kovács második könyv és a Szeri Barát harmadik könyv lesz megkülönböztetve. A 43 éves szőregi lakost személyautó vezetőjeként vonták intézkedés alá a rendőrök Kistelek belterületén még 2015. november 1-én 13 óra 20 perckor. Az egyenruhásoknak az igazoltatás során feltűnt, hogy a férfi által átadott szerb vezetői engedély hamis, ezért az okmányt lefoglalták. A helyszínen alkalmazott alkoholteszter pozitív eredményt mutatott, ezért a román állampolgárt mintavételre előállították. Az eljárás megállapította, hogy a vezetői engedély teljes utánzott, az okmányt nem a szerb hatóságok állították ki.
A gyanúsított kihallgatása során elismerte a terhére rótt bűncselekmények elkövetését. Ellenek közokirat hamisítás büntettének és járművezetés ittas állapotban vétségének megalapozott gyanúja miatt vádemelést javasol a kisteleki rendőrkapitányság. Egy alkalommal került sor biztonsági intézkedésre az elmúlt napokban, mégpedig 2016. március 26-án a délelőtti órákban. Opuszta szerkülterületéről kellett a mentősöknek kórházba szállítani egy feldühödött, opusztaszeri illetőséggel rendelkező férfit biztonsági intézkedés keretében. A tavaszi időjárás beköszöntével területünkön is megsokszorozódott a kerékpárral közlekedők száma. A kisteleki rendőrkapitányság ezúton is felkívánja hívni a kerékpárral közlekedők figyelmét a rájuk vonatkozó közúti közlekedési szabályuk maradéktalan betartására, illetve a kerékpárra vonatkozó műszaki feltételek meglétére. Hagyományőrző húsvéti programokra került sor az Opuszta-szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban Szeri Húsvét címen. Magáról a kétnapos eseményről és annak részleteiről Kodács Emese Csengele számolt be. Itt vagyunk az Opuszta-szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol éppen a Szeri Húsvét című rendezvény eseményei zajlanak, illetve zajlottak az elmúlt egy-két napban. Milyen lehetőségek várják, illetve várták az érdeklődőket? Így van, ez a rendezvény minden évben a szezonnyitó nagy rendezvényünknek nevezhető, ugyanis a nyári szezonunk igaz, hogy már 22-én elkezdődött, az első igazi olyan nagy rendezvény az mindig a húsvéti rendezvény. Ezt a rendezvényt rettenetesen szeretik a látogatók, nem véletlenül, hiszen rég elfeledett hagyományokat élesztünk újjá. Itt konkrétan a húsvéti ünnepkörhöz csatolható hagyományokról beszélek. A tegnapi nap, tehát a vasárnapi nap a húsvéti előkészületekről szólt igazából. Ilyenkor egész nap lehetett tojást festeni többféle hagyományos módszerrel, írókázással, hagymahéjban főzték meg ezeket a tojásokat, így kaptak egy szép pirosas színt, viasszal, mély viasszal díszítették őket. Természetesen nem maradhatott el idén sem a húsvéti kalács, ami szintén a húsvéti asztal egy nagyon-nagyon fontos eszköze volt. És mivel, hogy szabadtéri néprajzi múzeumról beszélhetünk, a skanzen többi épülete is teljes pompájában várta már tegnap is a látogatókat, illetve várja folyamatosan. Ott lehetett például bútort festeni, húsvéti kézműves játszóházon részt venni, emellett ugye az autentikus népzene és néptánc sem maradhatott el. Azt kell, hogy mondjam, hogy a vasárnapi nap egy hatalmas nagy ilyen népzenés mulatságba csapott át, hiszen a látogatók és a néptáncosok együtt ünnepelték a tavasz újjászületését, illetve a feltámadást. A hétfői nap a hagyományos, mivel hogy vízbevető hétfőről beszélünk, locsolkodás a bemutatásával, illetve ételszenteléssel telt. Talán ez a két program volt a nap folyamán az, ami a legjobban várt a látogatók számára is. Az Ányási kápolna előtt tartottuk az ételszentelést, ahol Antal Imre atya szentelte a húsvéti kosarat, a sonkát, a tojást, a kalácsot, és ezt követően indultak el a locsolkodó legények a menyecskékhez, hogy meglocsolják őket. Láthattuk, hogy lovaskocsival mentek, és három épületnél álltak meg. Volt rózsavizes locsolkodás, illetve természetesen nem maradhatott ki a vödrös locsolkodás sem, ami úgy gondolom, hogy ma már azért kuriózum, és a mai fiatalokra, meg úgy a mai kor emberére nem annyira jellemző, hogy így járjanak locsolkodni, de hát természetesen mi azért vagyunk, hogy ezeket a hagyományokat minél hűebben tudjuk átadni a mai kor emberének, és be tudjuk mutatni, és hát még a rendezvény zajlik. Ugye az imént ért véget egy könyvbemutató,
A skanzen az továbbra is várja még a mai napon 6 óráig a látogatókat. Ugyanúgy lehet a mai napon is tojást festeni, kalácsot sütni, illetve a többi foglalkozáson részt venni. És hát természetesen ne felejtsük el azt, hogy az átalakításoknak és a felújításoknak köszönhetően új kiállításokkal is gazdagodott az emlékpark, amelyek a rotunda épületében megtekinthetőek 6 óráig, illetve az új látogató központban a 3D-s vetítőteremben Magyarország történelmét is meg lehet 3D-ben nézni azoknak, akik esetleg még a nap további részében itt szeretnének lenni ópusztaszerem. Újabb lakókkal gazdagodott a kistelki ebtelep. A kutyákról stábunk Kiszner István kérdezte. Itt vagyunk a kistelki ebtelepen, ahol így március végén ismét jó pár kutya van a kenelekben. Hány új kutya érkezett, illetve mi a helyzet a régiekkel? 21 kutyus került be a telepre március hónapban. Ez jelenleg most 5 kutyus van a telepen, ők mind gazdásodtak, várjuk a karanténidő végét, és ha a karanténidő letelt, akkor 3 Németországba fog menni különböző helyekre, egy pedig Győrbe, egy pedig Miskolcra. Az elmúlt 3 hónapban a tavalyi évhez képest több kutya, vagy esetleg kevesebb kutya került be, mi a tendencia? Sajnos a tendencia szinte megduplázódott. Az elmúlt 3 évet figyelembe véve, 12-14-es havi átlagunk volt, és ez sajnos január, február, márciusban 20 fölé ment. Januárban 26 volt, februárban 24, most meg 21. Tehát ez szinte megduplázódott, tehát ez elszomorító dolog. A tavasz, illetve a jó idő beköszöntével a kutyatartásban ön bármiféle jó tanácsot tudna adni a gazdiknak? Hát igen, azt a jó tanácsot szeretném adni minden kutyatartónak, hogy főleg a szukakutyatartóknak, hogy a kutyáikra nagyon vigyázzanak, adjanak nekik fogamzásgátlót, vagy pedig nagyon figyeljenek vele, hogy ne kerüljön ki a területükről, mert ha hasas lesz a kutya, akkor nagyon sok kellemetlenségnek néznek elébe, mert akkor már nem tudnak mit tenni, a kiskutyák meg fognak születni, és nem tudják hova adni. Tehát mi ezt nem tudjuk felvállalni, hogy megfial a kutya, és ide behozzák a kiskutyákat, és nem tudunk vele mit kezdeni. Úgyhogy mindenkinek a saját felelőssége, hogy a kutyája ne legyen hasas, és kiskutyák ne kerüljenek az út mellé, vagy ide ki hozzánk. Most következő mesefelolvasásunkban Tódor Ákos a Titokzatos Tojásfestő című meséjét hallgathatják meg Kicsik és Nagyok Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Tódor Ákos, a Titokzatos Tojásfestő. Nádországon innen, Sás országon túl, két vadalmafa között terült el Szarkaláb király birodalma. Volt benne 3 rozzant viskó, 3 földbe vájt putri, no meg egy kidőlt, bedőlt falu, erről-arról támogatott kunyhó. Abban a kunyhóban éldegélt Riogi bácsi, Szarkaláb király nyugalmazott udvari madárjesztője. Húsvét közeledtekor vette a kalapját, és kopogó falában elbicegett valamerre. Hogy merre? Azt senki se tudta, senkinek se mondta, ezért is nevezték Titokzatos Rioginak. Hely pedig besokan szerették volna tudni, hová tünekedik el így húsvétájt az öreg Riogi bácsi. Bizony, mindmáig se tudná senki se, ha egy kotnyeres kis csóka el nem kotyogta volna a csókatéren, a garabonciásnak, aki aztán híreztelte fűnek, fának. Így tudtam meg én is. Riogi bácsi ringyes, rongyos köpönyegében, lyukas kalapjában egyenest a kökörcsin felé vette az útját. De nem ment a városba. A kalácsvári keresztútnál befordult a kökörcsini nagyerdőbe. Ám ott is csak a kerek tisztásig ballagott. A kerek tisztás kellős közepén belefújt egy sípba, egy fűzfa sípba, s harmadik sípszóra, uramfia, oda sereg lett a világ valamennyi rókája. Egy kis róka, nagy róka, megtermett és apróka mind körébe gyülekezett, mind elébe állt. És amikor a legöregebb sántaróka is előván szorgott, imígy dörrent rájuk a vén madárjesztő. Emlékeztetőül hívom egy bíblak egybe titeket. Nyúrettegi, róka népse, Riogi a mezők ura, hogy figyelmeztessen a rég megkötött egyességre. Erre a legöregebb róka mély meghajlások közepette Riogi bácsi elé sántikált, minden rókák nevében így felelt. Mezők ura,
biztosítalak. Nyúl rettegi róka népség, jól tudja, mi az egyesség? Húsvét előtt egyetlen egy nyúlnak sem eshet bántódása a kökölcsini erdőben. Sunyi róka népség bólogatott sűrűn, hajlongott alázattal, s miközben karba zúgva ezer és ezer rókatorok. Róka háj és róka máj, az ígérte róka száj, ígéretünket megtartjuk, a nyulakat békén hagyjuk. Fessék meg a hímes tojásokat, vigyék széjjel a világba, addig nem lesz egyiknek se bántódása. Riógi bácsi helyeslően bólogatott a fejével, hármat tapsolt a kezével, és a harmadik tapsolásra tengernyi nyúl gyűlt össze a tisztásra. Kedves tojásfestő nyuszik, van-e panaszolni valótok? Jaj, lett ám erre sírás rívás, a legöregebb nyúl téldre borult az öreg madár ijesztő előtt. Hallgass meg a mi panaszunk, mezőkura! Igaz, hogy a róka nép most nem kerget meg egy nyuszit sem, békén hagynak bennünket, de egy ismeretlen ellenségünk minden áldott éjjel össze-vissza maszatolja a legszebb húsvéti tojásokat. Hiába állítottunk őrséget éjszakáról éjszakára, oda lesznek a legszebb hímes tojások. Jaj nekünk, mit tegyünk? Hét határba hallatszott a nyuszik zokogása. Riógi bácsi erősen törte a fejét, közben mindegy szálig alaposan szemügyre vette a rókákat. De azok állták a tekintetét. Bizony nem jutott a rejtélyre megoldás. Végül is azt határozta el, hogy ő maga lesz a strázsa. Hanem ötöt fertányi órányi strázsa után ott hagyta el az állom a tojásfestő műhely kapujába. Hortyogása elhallatszott Kalácsvárig, Kökölcsinig. Amikor a kökölcsini öreg torony rossz órája elütötte az éjfélt, egy nyúlbőrbe bújt apróka, icipici kis róka lopakodott a tojásfestő műhelybe. Belebotlott egy vödörbe, beleesett két csöbörbe, összekevert egy tucat festéket, aztán nagy áhítattal egy tűzre való ócska meszelővel sorra bemaszatolta a legszebb tojásokat. No, az első csörömpölése fölébredt ám Riógi bácsi, de nem termett tüstén talpon. Félink huny szemhéje alól lesett ki a nyúlbőbe bújt garázdálkodó rókafira. Hanem amikor a legis legszebb hímes tojást vette a kezébe, egyszeribe hozzáugrott, és fülön csípte őkelmét. Lesz nem ulas, fekete leves, csúfidő, hófújt a szeles? Dörrent rá keményen Riógi bácsi a pórújjártra. Nem mented az írhát, te rossz csont, hanem azért a másik kezével csak belenyúlt, szakadt, lebernyeges nyuga zsebébe, igaz látó pápa személyét, hadd lássa. Véle, ki is ez az imposztor? No, de alig, hogy föltette az órára, már is leesett az álla. Szélforgó és papra morgó, ki hinné, nem rossz szándékkal jött szegény, meg akarta tanulni a tojásfestés csínyát, bínyát, művészetét, de anyuszik elkergették, ezért hát éjjente, nyúlbőrben, túljárva az őrség éberségén, festeni akart. Így van, így, szóról szóra, szepegte a csupa festék rókafi. Ó, de ilyet sose hitte volna, csapta össze kezét Riógi bácsi, ám ha elengedte a kicsi rókafülét, az uzsdi elszaladt, tám még most is szalad. A tenyér csattanása fölébredtek a nyulak. Mind a műhelybe tódultak, Riógi bácsi egy szuszra elmondta a történetet. Elszállott a mérgük, kacagtak a nyuszik, és megígérték, tűvé teszik a kis rókáért az erdőt, és megtanítják a tojásfestés tudományára. Lehet, hogy azóta már meg is tanulta. Ha húsvétkor egy-egy kevésbé sikerült tojás kerül a kezetekbe, az lehet, hogy éppen
a kicsi rókafióka festette. A most következőkben a Pusztaszeren történt tavaszi napfordulós, tátos dobolós kalákán készített felvételünket tekinthetik meg. Környőálló Szentpáig. Fentülvaló napatyánk. Fentülvaló napatyánk. Antúlvaló földanyánk. Antúlvaló földanyánk. Közbőfutó vizek erek. Közbőfutó vizek erek. Közbőfújó szellők szele. Közbőfújó szellők szele. Őseink a jó szellemet. Őseink a jó szellemet. Ide figyelmezzetek. Ide figyelmezzetek. Az egészséges test, lélek, szellem nevében. Az egészséges test, lélek, szellem nevében. Jöttünk mi össze. Jöttünk mi össze. Áldásatokat kérjük. Áldásatokat kérjük. Kérjük, áldjatok meg bennünket. Kérjük, áldjatok meg bennünket. Áldjátok meg egy szeretése helyet. Áldjátok meg egy szeretése helyet. Áradjon a fény és a szeretet. Áradjon a fény és a szeretet. Hála és köszönet. Hála és köszönet. Áldás, áldás, áldás. Áldás, áldás, áldás. Szólaljon meg a kürt. Na szólaljon meg a kürt. Az egy szándékért, az egy akaratért, az egy cselekedetért. Hogy egyek legyünk e térben és világban. Egyek a szeretet nyelvén. A magyar szó megmaradása. Áldás, áldás.
hívunk, a szeretet és a szeretés. Egyé válunk a dobjainkkal, a dobjaink lelkével, és a hangok által, a rezgés által váljunk egyé a szeretetben, a szeretésben, a fényben. Áldás legyen a helyen, áldás legyen azokon az embereken, akik megálmodták, hogy ezen a helyen teremteni fognak. A teremtésükön legyen áldás. Hívjuk az elemeket, az angyalokat és a szenteket, szellemi és lelki vezetőinket, eleinket, őseinket. Segítsenek a teremtésben. Yeah.
tudjuk a férfi erőt, a társunkat, a párunkat. Oltalmazunk minden titok, dicső nagy asszonya, vigyázzuk én szemed óvjon, napatyák a rajfényében, erőben és egészségben. Oltalmazunk minden titok, dicső nagy asszonya, vigyázzuk én szemed óvjon, napatyák a rajfényében, erőben és egészségben. Oltalmazunk minden titok, dicső nagy asszonya, vigyázzuk én szemed óvjon, nagyapánk a rajfényében, erőben és egészségben. Erőben és ami már szellemi és lelki szinten megteremtődött, az már megteremtődött. Most már csak idő kérdése, hogy itt a fizikai síkon ezt mikor érezhetjük, mikor jut le ide a földre a teremtésünk. Úgyhogy én azt mondom,
hogy örüljünk a teremtésünknek, és örömködjünk egy kicsit. Hogy a teremtésünk az áramoljon és tényleg megérkezzen ide a Földre, ne akadjon el ott az univerzumban valahol, ezért tegyünk le minden félelmet, minden kételkedést, mindazt a blokkot, ami gátolná és igazából blokkolná a teremtésünket, és tegyük Isten tenyerébe az életünket. Üzdük el, jó Isten, az aggodalmat! Áldó kezeiddel vezesd utamat, kezedbe teszem én már a sorsomat, felejtsük örökre a panaszainkat. Örömre teremtem meg most magam, fényed áramoljon, nyitom kapuat. Akkor vagyunk méltók a többre és a jobbra. Üzdük el, jó Isten, az aggodalmat, áldó kezeiddel vezesd utamat. Kezedbe teszem én már a sorsomat, felejtsük örökre a
akkor ti voltatok előbb, ezt el tudjátok kezdeni, mert akkor legyen az először, és utána a tavaszi szél. Nyugodtan, bátran. Lélek testvérek. Is szeretem, holdat is szeretem, de fényes csillagot leginkább szeretem, leginkább szeretem. Szeretek, szeretlek, mint a lágy kenyeret, sóhajtok életet, egy nap száz ezer. Maradjunk még egy kis népdalos moldvai dalnál esetleg. Na jó lehet? A Túl a vízen egy kosár, lehet, hogy azt is ismeritek. Oké. Okay. Világ ötlete volt, Túl a vízen egy kosár,
igazából. Igen? Ez évelején született meg bennem, és azt a címet adtam neki, hogy ez jó, elipszilonos hívvel. Mert mondd rá Isten, hogy ez jó. Úgyhogy ezt is fogadjátok szeretettel. Napfény az égen, meleg a szívben, legyen, mosoly az arcon, ének az ajkon, legyen, boldog családok, igaz barátok, legyen, mert mondta Isten, hogy ez jó, tiszta úton haladó. Mert mondta Isten, hogy ez jó, felső szentség mutató. Napfény az égen, meleg a szívben, legyen, mosoly az arcon, ének az ajkon, legyen, boldog családok, igaz barátok, legyen, mert mondta Isten, hogy ez jó, tiszta úton haladó, mert mondta Isten, hogy ez jó, belső szentség mutat. Piros kendőt teszek. Legyen, azt se ismerem, de szívesen hallgatjuk. Kincső, segítesz? Piros kendőt veszünk együtt? Gyere, Kincső. Na, gyere, légy. Akkor csak onnan. Akkor ne segít. Három piros kendőt veszek, ha felveszem, piros leszek, áj na na na, áj na na na. Piros leszek, mint a rózsa, rám illik a babám csókja, áj na na na, áj na na na. Három fehér kendőt leszek, ha felveszem, fehér leszek, áj na na na, áj na na na. Fehér leszek, mint a hattyú, nem ér engem minden fattyú, áj na na na, áj na na na. Három sárga kendőt veszek,
ha felveszem, sárga leszek, aj-na-na-na, sárga leszek, mint a halál, elrepülök, mint a madár, aj-na-na-na, három tarka kendőt veszek, ha felveszem, tarka leszek, aj-na-na-na, tarka leszek, mint a virág. Nem érem. Virág. Tarka leszek, mint a világ. Azt sírom, a nő, virág. Ja, virág. Na, szökerek. Még egyszer? Akkor legyünk tarkák még egyszer. Jó. Három tarka kendőt veszek, ha felveszem, tarka leszek, aj-na-na-na, tarka leszek, mint a világ, a síromon nőjön virág, aj-na-na-na, aj-na-na-na. Na, bocsánat. Nagyon szép volt, az is köszönjük szépen. Akkor egy kis pörgős következzen, jó? Nem tudom, ezt ismeritek, egy földanyi hallom a hangot, és akkor aztán refrénbe úgy begyorsulunk, és az nagyon egyszerű, ezt ahhoz ti is tudtok csatlakozni, jó? Nem ismernétek. Földanyi hallom a hangot, szíved dobogását, nappatya perzsel a lángot, áldom arany sugarát, szél testvérjel jön a táncot, járom a hadak útját, visszúgom élet a tátost, hadd énekeljed a lett. Yeah.
de azért van egy kedvenc dalunk, és nagyon szerettük addig is, amíg élt az írója, de sajnos miután eltávozott közülünk, ezért most már úgy érjük meg ezt a dalt, hogy akárhányszor elénekeljük, mindig behívjuk az ő szellemiségét, az ő lelkét, és velünk van mindannyiszor, amikor csak ezt újra énekeljük, ezt a dalt. Úgy hívták a kedves élettestvérünket, hogy Morvai Tibor, ő egyébként zenéket és tehát dalszövegeket is írt, és egy nagyon tehetséges zeneszerző és zenész ember volt, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel az ő emlékére is, az ő emlékéért is, és így egymásért és mindannyiunkért. Tehát az a cím, hogy nyugszik a nap. Gyere egy kicsit ide. Azért megyek, hogy... Hogy jó. Jövök, megyek. Intézkedek. Na. És megtapasztalhatjátok azt, hogy amikor úgy énekelünk el egy dalt, hogy szinte főszereplői vagyunk a dalnak. Tehát látjuk azt, hogy benne vagyunk ebben a dalban, egyé válunk ezzel a dallal, és ott látjuk magunkat a tűz körül, és ott látunk egy öreg tátos embert, aki hívogat minket a tűz köré, teljesen más lelkiséggel tudjuk árasztani magunkból ezt a dalt, és átélni.
címe, hogy tátos dolgokra foglalkozik jelen. Tudás, újra élet, örök tátosban az élet, helyre gerejtem, erősödjék bennem, helyre gerejtem, erősödjék bennem. Szabad madár száll az égen, újra tudjuk, hogy volt régen, helyre gerejtem, erősödjék bennem. Most összeállnak, felek szárnyán, mert se szállnak, hely!
És éltetjük őket, és az energiájukra szükségünk van, és a segítségükre, hogy ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy Csaba királyt ne hagyjuk ki. Úgyhogy hívjuk be őt is, és adjuk meg neki a tiszteletet, hogy őt külön elhívjuk ide közel. Jó? Peregjenek a dobok! Íjjon meg az ég! Csaba királyfi! Kérünk, jöjj most el közénk! Áradjon a fény, dicsősök fénye, ragyogjon az ég, táltosok királya, jöjj most el közénk! Ébreszd újra népünk, gyújtsd lángra a szívünk, ősi múltunk életjen, álmából felébredjen, jöjj most el közénk. Tátos lovad várta egy csillagok között, régi hadnagy szent üzette, napfényével szent lélekkel, jöjj most el közénk.
szárnyaljunk egy kicsit együtt a fényben. Ó, drága testvérem, jöjj már a fénybe, hol egyé válunk a teremtőnkkel, hol nem lésza el a te hagyér, csak a tiszta élő és boldog nagy egység, gyere érez tisztán, gyere nézz tisztán, gyere lesz tisztán, gyere szeress tisztán. Ó, drága testvérem, jöjj már a fénybe, hol egyé válunk a teremtőnket, hol nem létsz el a te hagyét, csak a tiszta élő és boldog nagy egységre érez tisztán. Gyere nézz tisztán, gyere lesz tisztán, gyere szeress tisztán. Ó, drága testvérem, jöjj már a fénybe, hol egyé válunk a teremtőnkkel, hol nem létsz el a te vagyért, csak a tiszta élő és boldog nagy egység, gyere érez tisztán, gyere nézz tisztán, gyere lesz tisztán, gyere szeress tisztán, gyere szeress tisztán, gyere, gyere, gyere szeress tisztán. Üdvözöljük azokat, akik már átléptek, és visszaintegetnek nekünk a túlsó partról. Yeah.
igazából ennek a mantrának is az az üzenete, hogy egymás tükrei vagyunk. Tehát, hogyha egymásra nézünk, akkor saját magunkat látjuk a másikban. És hogyha bárkivel problémánk van, akkor saját magunkkal van problémánk. Tehát ez az egésznek a lényege. Virág a virágban, kő a kőben, így a tengerben, ember az emberben, látja meg képesen. És teli meg egy üvét a tozásán, virág a virágban, kő a kőben, így a tengerben, ember az emberben, látja meg képesen. Engem csak úgy lehet leállítani, ha lelőtt. Vagy kivesszük a dobot a kezéből, és mert... szalagot kötünk. Ahogy az egyiknek vége, még talán vége sincs, már ott van a fülembe a következő. Hát akkor ne hagyd. Na, a következőt Málinger Zsolt írta, nagyon kedves lélektestvérünk ő is, és az a címe a dalnak, hogy Egy dobbanás. Egy dobbanás az égnek szól,
egy dobbanás a földnek szól, egy dobbanás, mérő jövő, egy dobbanás, erre gyere, paparazsa iszi. Az pedig egy indián dal. Innentől kezdve este 10 óra, tehát maradjon csak meg. Jó két óra, tehát képes vagyok végig nyomni. De már a harmadik metapult semmi gond. Már a harmadik metapult? Igen. Elkezdődött már. Kérlek. Hát ez még az írikom. Nem tudtuk, hogy ki jön ki, nem úgy, hogy 4 órakor nem akartuk elengedni, akik el nem, akik el akartak menni. Ugye az indiánok is nagyon közel vannak hozzánk, okay, tehát egyetlenül. Elektek kicsit módosítani. Lásd, írjatok a Facebookon, hogy jöjjön csak ekkor, vagy okay. Hát a tűz van rám olyan hatással, hogy amikor úgy, hogy tényleg egyé válok a lánkkal, és becsukom a szemem, akkor azt érzékelem, hogy a tűz körül táncolok, és olyan indián hangokat adok ki. Úgyhogy biztos, hogy egy ilyen előző életbeli emlékkép van a lelkemben. De szerintem többen vagyunk így egyben. Hello, India! Na hát akkor indiánkodjunk egy kicsit. Thank you.
vas, meg citromsárga. A dalnak az a címe, hogy magyar vagyok. És mi magyarok vagyunk, és büszkék vagyunk rá, hogy magyarok vagyunk. Ez pedig Tóth László írta, egy szegedi lélektestvérünk, és ez rajta van a CD-nken, azt hiszem a második dal, tehát nagyon az elejére került, úgyhogy ezt nagyon szeretjük még ezt a dalt. Ősföldre kell egye, szívünk üteme, aranya tönye, korona a dísze, mindent megteremtő, örök életek nő, ide a bástyája, fény a palotája, világot megmentő, végére törekvő, benne a lényeg, legyen mindig vényed. Aranya tönye,
tényleg utolsó előtti. Mert ugye ebből következik az a dal, amit kírt. Gyula István. És Szarvason felvettük a múlt hét végén ezt a dalt. Hogyha még nem hallottatok volna erről, ez egy olyan kezdeményezés, hogy a magyar ajkú embereket szólították meg ezzel a dallal. Határon innen, határon túl, aki a magyar szót őrzi, azoknak volt ez a felkérés, hogy, és lehetőség, hogy megtanulhatják ezt a dalt, és akkor ez lesz egy közösségi dal. Ebből már készült egy klip, és most az a terv, meg több is már igazából, de a legújabb klipjük az végül is ilyen ismert már, és most az a tervük, hogy akik beküldik, tehát felveszik, akár amatőr felvételként, bárhogy, felveszik ezt a dalt, beküldik, YouTube-ra feltöltik, beküldik a szerkesztőségnek, akkor abból össze fognak állítani egy új közösségi klipet. És az a lényeg, hogy a refrén, megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangján, elkopni nem hagyom, még egyszer ismételve, elvenni nem hagyom. És mi ezt megcsináltuk, én nagyon éreztem, hogy ezzel feladatunk van ezzel a dallal, és mi is beletesszük magunkat. Úgyhogy szeretném, ha ezt meghallgatnátok, és hát a kellőképpen felcsigáztalak benneteket. Fel és esetleg éve. Itt a közelben vagyok, és fel tudja venni bárki. Tehát azt hiszem, van egy határidő is, augusztus valahanyadikáig várják a felvételeket. És majd minket is meg tudtok nézni a YouTube-on, csak annyit kell beírni, hogy örökségünk dal Szarvas. Tehát mi Szarvason vettük fel. De most is szeretnénk veletek is megosztani ezt a dalt. Jó? Na szóval, örökségünk. Itt vagyunk ismét, most mások a gyára. Leültünk kicsit együtt, de még nem dőlhetünk hátra. Hiszen van még dolgunk a világban, bőven van mit tennünk, hogy megmaradjon köztünk, miben mindig muszáj hinnünk. Gyönyörűen beszéltek, öröm hallani a hangtok, és remélem, hogy reméltek még jobbat, miben vagytok, mert nincsen határ ottan, ahol egy nyelvet beszélnek, és testvérnek hívják az embert, adjunk hálát az égnek, mert én megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét a gyerekeim hangján, elkopni nem hagyom. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét a gyerekeim hangján, tanítom, továbbadom
a szüleim nyelvét elkopni nem hagyom. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, a szüleim nyelvét elvenni nem hagyom. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, a szüleim nyelvét a gyerekeim hangján elvenni nem hagyom. Következő adásunkat április 5-én, kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételekkel jelentkezünk. Keddadásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!